Egy közös kép az egyik csomaggal a kamerák keresztüzében. A gusztusosan előkészített cipős dobozokba szinte bármit tehettek az adományozók. A lényeg az volt, hogy az ajándékok között ne legyen romlandó élelmiszer és gyógyszer vagy gyógykészítmény. A szexárdiak által összegyűjtött adományokat a helyi humánszolgáltató központ ügyfelei kapják meg. Nagyon-nagyon hálásak, és mindig szokott visszajelzés is érkezni, tehát a tavalyi vagy a tavaly előtti ilyen akcióval kapcsolatosan, hogy mennyire nagyon örültek, hogy mennyire klassz ajándék volt benne, sőt, van, aki ügyfél kisgyerek jön valamikor, és akkor mutatja, hogy nézd, ezt hozta nekem a Jézuska, és hogy milyen klassz, és azóta ez a kedvenc mesekönyvem. A cipős doboz akciót a szexárdi Babics Mihály Kulturális Központ szervezi meg már több éve. A központ vezetője azt mondja, bár a jótékonykodás nem tartozik szigorúan a feladatai közé, mégis szívesen segítenek másokon. Annál nagyobb öröm, hogy ezzel tényleg boldoggá és örömteli perceket tudunk szerezni családoknak és gyermekeknek. Szerintem ez a legfontosabb. Mi a Kulturális Központtal minden jó ügyet kívánunk szolgálni. Ugye nem ér véget a Szexárd közigazgatási határánál a Babics Kulturális Központ tevékenysége. Mi tényleg a jó ügyek mellett lobbizunk, a jó ügyek mellett kiállunk, és ezután is ki fogunk állni. Tavaly 350 ajándékkal teli cipős doboz gyűjtöttek össze a szexárdiak, idén több mint 400-at. Ács Rezső, a város polgármester azt mondja, ez jól mutatja, hogy a Tolnai megyeszékhelyen élők össze tudnak fogni, ha kell egy jó ügyért. Biztos vagyok benne, hogy az idei karácsony is minden család számára, akinek talán egy kicsit nehezebb ez az időszak, még melegebb, szívmelengetőbb és még felemelőbb lesz majd. Köszönhetően Szexárdváros közösségének és adakozóinak, és az is nagyon fontos, hogy meghallgatják azt, hogy mit kell és mit nem szabad beletenni a csomagba, és hogyha megnézzük mögöttem, akkor látszik, hogy nagyon ízlésesen szépen becsomagolták ezeket az ajándékokat. A Szexárdi Humánszolgáltató Központ munkatársai a tervek szerint az összes cipős dobozt eljuttatják a rászorulókhoz péntekig.